Kívánok, üdvözlöm Önöket! Questor ügy. Gyakorlatilag így foglalható össze a mai parlamenti ülésnap és az ott elhangzottak. Az ellenzék követeléseiből sok mindent felsoroltam már Önöknek, vagy inkább azt mondom, hogy kérdéseiből. Hová lett a pénz? Ki tudott róla? A Fidesznek voltak-e benső információi? Egyáltalán mennyire szokása az a Fidesz kormányban, hogy a közpénzt kockázatos broker cégeknél helyezik el? Legyen vizsgálóbizottság, zárolják, ne csak a cégvezetők vagyonát, ahogyan azt a Fidesz szeretné, hanem azok vagyonát is zárolják, akik tudtak az ügyről. Például a miniszterelnök, ezt szeretné az LMP. Szél Bernadett a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Ez mind, amit most így felsoroltam, ez mind a parlamentben zajlott, meg még ennél több is, és mire jutottak egyáltalán a válaszokból, kormánypárti képviselők válaszaiból valami biztató, bármi kiderült? Láthatóan minden politikai felelősséget igyekeznek elhárítani. Tehát olyan szólamok jöttek most már fideszes államtitkárok szájából, hogy fogjunk össze, működjünk együtt, tehát az ügynek a megoldásában. Ha. Mi álláspontunk teljesen világos, tehát egy legsürgősebb feladat az, hogy minden kis befektetőt kárpótoljunk azért, ami vele történt, de emellett itt a felelősöket nem szabad futni hagyni, itt elszámoltatás kell az ő irányukba, és ebbe beletartoznak a politikai felelősök, és ez a kör, ez egészen Orbán Viktorig tart. Tehát ebből a miniszterelnök úr nem fog tudni kikerülni, hiszen ott volt egy pillanat számára, amikor megkapta azt a bizonyos levelet. Ma erről is szó volt, hogy hogyan jutott el ez hozzá, Szijjártó Péteren keresztül, vagy közvetlenül. És ugye, mit tudtak meg? Mert Szijjártó Péter azt mondta, hogy ő nem kapott levelet Tarsai Csabától. Magyar Levente ezt állította, hogy nem Szijjártó Péter volt a postás. Úgyhogy de egyébként tűnik, például hogy... nem érdekel, hogy a postás az postás volt, tehát Józsi, vagy Pista, vagy Gizi, vagy maga Szijjártó Péter. Mikor kapta meg ezt a levelet Orbán Viktor? Mert azt állítják, tehát a kormányzati információ arról szól, hogy ezt akkor kapták meg a miniszterelnök, amikor a Magyar Nemzeti Bank is. Tehát az a bizonyos öncsőd bejelentés, ami egyébként hivatalosan nem is történt meg, csak így a nyilvánosság felé. Szóval teljes káosz van ezzel kapcsolatban is, és láthatóan a kormánypártoknak az az érdeke, hogy ez a homályos helyzet ez felmaradjon, tehát nagyon a tények tekintetében folyamatosan kenték az információkat, tehát már odáig fajultotta a beszéd, hogy Orbán Viktor jövőbe látott. Tehát most már nem is csak a megélhetési képességeit méltatták, hanem egyenesen jövőbe látónak minősítették miniszterelnök urat, hogy ez tudta, hogy ez fog történni, és ezért mentette a közpénzt, köszönjük meg neki, tehát nagyjából ez volt a kommunikációknak a lényege. Viszont amit mi mondtunk, az egy nagyon súlyos helyzetre mutat rá, méghozzá arra, hogy amikor Orbán Viktor felesküdött arra, hogy ezt az országot vezetni fogja, akkor ő arra esküdött föl, hogy betartja és betartatja a törvényeket. Tehát bárkitől és bármikor is kapott ő levelet, telefont, vagy bármilyen füstjeleket arra vonatkozóan, hogy itt botrány lesz, az első dolga az kellett volna, hogy legyen, hogy feljelentést tesz. És ez volt az a történelmi pillanat, amikor Orbán Viktor a rossz megoldást választotta, felhívta, vagy szólt, levelet írt a saját pénzügyminiszterének, vagy gazdasági miniszterének, és innentől elkezdve ők nem fognak tudni abból kijönni, hogy gyakorlatilag egymást körbeértesítették, miközben a magyar emberek pénzét veszni hagyták. Na de várjon, mit tudnak Önök azzal kezdeni, azzal az időrendiséggel, amit most a miniszterelnökség állít, hogy február 25-én a kormányülésen Orbán Viktor, mert ennyire gondos és jövőben látó politikus, utasította a Budakes csődje után a minisztériumokat, hogy na, ha van kint valakinek háttérintézményének, minisztériumnak pénze, brokercége, azt hoci vissza, nehogy veszélybe legyen. Ez az információ a miniszterelnökségtől. Ez március, február 25-én volt. Azt mondjuk, igazából nem értem, hogy merte Szijjártó Péter venni a bátorságot, hogy várjon 10 napot, minimum 10 napot a pénz visszavételének az elindításával, tehát március 5-én állítólag akkor kezdték el elindítani. És azt mondja a miniszterelnökség, a levelet az pedig március 8 vagy 9-én kapták, akkor, amikor a Questor hivatalosan is bejelentette az öncsödöt, meg az MNB felé is. Vagy mégse jelentette be, mint ugye a legújabb információkból halljuk. Erre is volt valamilyen fajta magyarázat, aztán mindenki döntse, hogy a 21. században ennek hitelt adunk-e vagy sem, hogy általában Japánban tartózkodtak, és onnan nem állt módukban intézkedni, tehát valamilyen fajta indoklás jött. A kormány részéről Szijjártó Péterék arrafele jártak, és ezért nem tudtak gyorsabban intézkedni. Tehát azt kell látni, hogy bármi, amit így felvetünk, ahogy ön is így sorolta az előbb, azt mi felvetünk a parlamentben, valami abszurd választ kapunk rá, és eközben pedig a szólam az arról szól, hogy van az a
törvényjavaslat, amit letettek Tuzson Bence, Gulyás Gergely és Rogán Antal az országháznak az asztalára, hogy ezt kell megszavazni, ez az ő fölkiáltásuk, és akkor minden rendben lesz. Hát mi ugye ezt is súlyosan vitatjuk. Ugye az NMP-nek volt egy javaslata, ami kimondta azt, hogy azok az emberek, akik tudtak volna cselekedni, de nem tették meg, azoknak a vagyonát is záruljuk, és ebbe beleesik a miniszterelnök is az előbb említett ügyek miatt. Ezt már leszavazták a törvényalkotási bizottságban. Tehát egyértelmű, hogy egy olyan képet igyekeznek felépíteni a kormány részéről, hogy itt valami csúnya dolog történt, bűnözők üzérkedtek a magyar adófizetőknek a pénzével, de azt sikerült kimenteni, de ott vannak a kisbetéteseket, akiket valamilyen módon majd kárpótolnak, de hogy mintha ők nem is tudtak volna róla. Holott, és itt jönnek az abszurd dolgok, tehát közpénz nem is kerülhetett volna ilyen helyekre, és amikor ahogyan visszakerült az a miniszterelnök ígér ennek a botránya, és a harmadik pedig az, és itt Magyar Levente is felvetette ezt a parlamentbe, hogy azért az egy érdekes dolog, ugye ők állampapírokat tettek be, és készpénzt kaptak vissza. Igen. Tehát ez is egy olyan dolog, amit még maga a kormány is elismert, vagy kormány oldalról is elismertek, hogy ez egy olyan dolog, amivel egyelőre ők se tudnak itt kezdeni. Hát igen, és azért az emberben azonnal felmerül a gyanú, hogyha egy nagy mennyiségű állampapírt azonnal készpénzben kell kifizetnie egy pénzügyi szolgáltatónak, akkor nem az történt el, hogy a kis befektetők pont erre fáztak rá, mert előlük valaki egy összegben a bent lévő kisöpörte a kasszát. De ez most tényleg ez volt az indok, amit ez forgott folyamatosan az anyama, mióta kimondta ezeket a mondatokat. Ez volt az indok, hogy a külügyminisztérium azért vár több mint 10 napot a pénz visszavételének az intézkedésről, a visszavétel intézkedésről, mert hogy Japánban voltak. Igen, tehát, hogy az utazásokat emlegettek ott. Tehát az informatikában, távközlésben hihetetlenül elmaradt Japánban tartózkodtak, és onnan ugye nehéz volt. Igen, tehát egy japán utat dobtak be, amit ugye harsánykacagással fogadott az ellenzéki oldal, mert úgy egyáltalán a mai parlamentnek a hangulata, amit ezek szerint sajátan hallok, hogy a magyar adófizető állampolgárok nem tudtak megnézni, mert hogy nem ment le a köztévéken. Őszintén sajnálom, mert tanulságos lett volna. Hitelt érdemlően bizonyítani, nem néztem ebben az időben a köztévét, úgyhogy nem tudom. Kíváncsi vagyok, ellenőrizni fogom, hogy mi jött le belőle, mert nagyon-nagyon tanulságos volt, ahogyan ugye különböző ellenzéki képviselők adtak napi rendelőtiket, és láthatóan nem egy valaki válaszolt rá a kormány oldalról, hanem különböző államtitkároknak dobták a forró krumplit, hogy feleljenek. És ennek kapcsán vagy fölháborodás volt a reakció az ellenzéki oldalon, vagy pedig harsánykacagás, mert hogy teljesen abszurd magyarázatok voltak. Tehát egy olyan kezdeményezés nem volt a kormánypártok részéről, ami egy kicsit is belátta volna azt a felelősséget, ami nekik van ezzel kapcsolatban, és ezért is van egyébként nehéz helyzetünk. Ugye nagyon lassú a rendszer, tehát Orbán Viktor pont egy azonnali kérdés kapcsán mondta el, hogy talán szerdán lesz egy olyan ülés, amelyen majd megnézik, hogy egyáltalán milyen minisztériumokba került közpénz a broker céghez, ami azért extrém, hogy a kormánynak is szerint hetekbe telik, amíg a saját apparátusából megtudja, hogy mennyi közpénz sikerült oda tenni. 25-én szóltam a minisztériumoknak, és így, hát ez már április lesz, így majd április 1-én, lehet, hogy ezért. Április 1-én majd megkérdezem, hogy egyébként amit február 25-én mondtam, az kire vonatkozott? Mert hogy erről van szó. De kezdeményezés az ellenzék részéről volt. Vizsgálóbizottságot szeretne az együtt. Ehhez önök miért nem csatlakoznak? Minden olyan vizsgálóbizottságot fogunk támogatni, és szerintem Szelényi Zsuzsáiknak a vizsgálóbizottsága olyan, ami a rendszeren átívelő módon keres rendszerhibákat, illetve politikai felelősségeket. Úgyhogy erről nincsen tudomásom, hogy ezt nem támogatnánk. Én úgy tudom, hogy az övéké pont ilyen. A milyen kis egyébként egy ilyen, hogy direkt 97-re visszamenőleg vizsgálná azt, vagy 97-től a mai napig vizsgálná azt, hogy az egyes botrányoknak mi volt az oka, milyen rendszerhibák voltak, milyen összefonódások történtek, miért nézte a politika tétlenül ezeknek a botrányoknak a sorát. Oké, tehát a tisztánlátás nagyon fontos, de muszáj visszamenni 97-ig, nem azt kellene megnézni, hogy a Questor, a Budakes, tehát a két nagyobbat, a három közül két nagyobbat említem, ellenőrzés az elmúlt 5 vagy 10 évben, az megvalósult-e, nem valósult meg, ha igen, ki a felelős, miért nem vizsgálták, amit vizsgáltak, annak megállapításoknak eleget tettek-e, tehát nem ez lenne most a lényeg? Mellesleg erről is van szó, vagy nem mellesleg erről van szó, tehát egyértelmű, és mi is így címezzük ezt, hogy ezzel kell kezdeni.
Viszont azt is látni kell, hogy azért 97 egy fordulópont volt abban az értelemben, hogy akkor olyan törvények születtek Magyarországon, amitől kezdve semmi akadályon nem lett volna hatékony ellenőrzésnek. Egyébként 2014-ben is próbált a Magyar Nemzeti Bank vizsgálódni, csak aztán nem sikerült, és mégiscsak engedélyezték azt a kötvény kibocsátást, amivel a brokerház belebukott, és vele együtt nagyon sok ember. Tehát látni kell, hogy azért ez az elégtelen piaci felügyelet, ez pontosan miből fakad. Tehát ami miatt viszont én elkerülhetetlennek látom azt, hogy a rendszeren átívelő jelleget megnézzük, az, hogy például Tarsolt Csaba tipikusan egy olyan figura volt, aki mindig ahhoz próbál dörgölőzni, ahol éppen a hatalmat látta, és mindig talált olyan... Dörgölőzött a szocikhoz is. Hát én úgy tudom, igen, hogy azért ott látszik, hogy amikor a győri ügyletek kapcsán megkapta a Magyar Fejlesztési Banktól, azt emlékeim szerint 17 milliárdos garanciát maga a projekt, akkor az Tarsolt Csabához kötődött, és az 2009 volt. Tehát akkor még az előző kormány volt. És, hát egy beruházás az úgy nem azados azzal, hogy mondjuk kormányzati pénzek kerülnek a valaki által vezetett brókercéghez, sőt a kormányzattól, a minisztériumtól kap olyan lehetőséget, hogy külkereskedelmi központokat nyithat más országokban. Tehát azért ez egy kicsit erősebb kapcsolatnak tűnik, nem? Szerintem abban nincs vita köztünk, hogy most, ami zajlik, ez minden határon túllépett. Viszont azt is látni kell, hogy a hatalom természete olyan, és a hatalomból üzérkedő emberek természete is olyan, hogy mindig oda próbálnak menekülni, ahol látják azt, hogy van fogadókészség az ő családságukra. Egyébként az sem véletlen, hogy Tarsolt Csaba Kis Szilárddal volt összefüggésben kint Moszkvában. Tehát ha Szijjártó Péternek a történetét ilyen oldalról vizsgáljuk, akkor azt is látjuk, hogy a keleti nyitás kapcsán nem véletlenül került ez a két ember górcső alá. Tehát ez egy nagyon pénzigényes munka, tehát amire a Fidesz vállalkozott, és itt érek vissza az előző gondolathoz, az, hogy a keleti nyitásban rengeteg energiát fektet, és bizony ez pénzbefektetést is igényelt. Így nyílt az a vízumközpont és kereskedőház Moszkvában is, ahol Szijjártó Péter Tarsolt Csabában látható a képen. Ezért is életszerűtlen a kormánynak az a mentegetőzése, hogy őnekik nem volt információjuk, tekintve, hogy láthatóan és pont a győri vonalból kifolyólag is látjuk azt, hogy Szijjártó Péter és Tarsolt Csaba ugyancsak baráti viszonyban van, vagy volt egymással. Még egy kérdés, a parlament feloszlatásával, amit viszont a PM szeretne, egyetértenek? Még nem láttuk a javaslatot, én ma hallottam, hogy többen csatlakoztak hozzá, vagy ha jól értem, akkor együtt adták be. Mi erre nem kaptunk egyébként megkeresést, meg fogjuk vizsgálni. Azt azonban látni kell, hogy mielőtt bármit feloszthatunk, azért jó lenne megtudni, hogy kik a felelősök. Úgyhogy ilyen szempontból olyan út az nem jó, amelyben bárki is el tud futni, vagy futni hagyna bárkit is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.